Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek kutyára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyó víz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Főtiszteletű püspök urak, egyházfőtanácsos úr, Esperes úr, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! A Szentírás első zsoltárából vett idézet egy központi gondolata szolgál mottójául a bajor-magyar testvér kapcsolat fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából szervezett programsorozatnak, amelyen sok szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Isten hozta önöket városunkban. Megtermi gyümölcsét. Földi létünk egyik leggyönyörűbb, legkifejezőbb nyelvi eszköze, amit mindannyiszor jó átélni, megtapasztalni. A nyáron bőségesen termést hozó fa, a csapatmunkára épülő, a közösségért végzett sikeres program, a felnövekvő diákság tanítása, vagy éppen a jó cselekedet iránti igény vezérelte gesztus, mind-mind olyan termés, aminek valóban édes a gyümölcse. De csak akkor érezhetjük igazán a zamatát, ha gondosan előkészítjük, és nem hagyjuk, hogy veszendőbe menjen. Igaz ez a fákra, a mindennapi munkára, és még inkább helytálló az emberi kapcsolatokra. A bajor-magyar együttműködés 25 éves jubilóma is azt bizonyítja, hogy több évtized elteltével sem szárad ki az a fa, amelynek gyökere a kölcsönös szeretetből, tiszteletből, valamint egymás kultúrájának értékeinek megismeréséből táplálkozik. És hogy ez így van a mai napig, az nagyon sok ember munkájából ered, akiknek ezúttal is szívből gratulálok. Bonyhád polgármestereként öröm számomra, hogy nem csak a testvértelepülési kapcsolataink, hanem a közösségi, egyházi kezdeményezéseink is sikeresek, gyümölcsözőek. Éppen egy hónap múlva, augusztus közepén ünnepeljük majd a Frankfurt közelében fekvő Hochheimmal azt a testvérvárosi együttműködést, mely 20 évvel ezelőtt jött létre, és melyre ugyancsak büszkék vagyunk. Kedves vendégeim! Ezek az országhatárokon átívelő testvérvárosi kapcsolatok leggyakrabban civil kezdeményezésekre alakulnak, növik ki magukat olyan fákká, amik idővel városi szinten fordulnak majd termővé. Bonyhád, és bátran mondhatom, hogy az ország egyik legpatinásabb középiskolája, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium is számos kapcsolattal rendelkezik, amit kiválóan kamatoztat az itt élők, valamint a felnövekvő diákság ismereteinek, lehetőségeinek bővítése érdekében. Minden ilyen együttműködésnél az értékteremtés a legfőbb szempont, amit a mostani ünnepnap is megerősít. A város, az egyház, az intézmények és a civil szervezetek mindenkori vezetőinek az a legfőbb feladata, hogy ne engedje kiszáradni ezeket a fákat, hanem közvetlen módon, vagy a lehetőségek megteremtésével segítse, ápolja, gondozza őket. Bonyhád város önkormányzata is így tett, és így tesz akkor is, amikor a gimnáziummal körültve a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával megvalósította az ország egyik legnagyobb fedett pályás atlétikai centrumát, amely azóta a hazai sportélet egyik fellegvárával nőtte ki magát, és amelynek adottságait a helyi emberek és családok is előszeretettel használják. Ugyancsak az együttműködésünk jó példáját szemléltetik a közös rendezvényeink, az együttes kezdeményezések, amelyek révén szorosabbá vált a gimnázium és a város kapcsolata. A fenntartó evangélikus egyház gondviselésének köszönhetően pedig az évek során olyan lehetőségek teremtődtek az ide érkező diákoknak, mint egy városban, ahol minden feltétel adott az élethez. Egy város nem csak attól válik élhetővé, hogy épül, fejlődik, erősödik a gazdasága, hanem a színes közösség élet is elengedhetetlen mindenhez. A találkozó műsorát olvasva is ez a kép alakult ki bennem, hiszen a rendezvény legalább olyan gazdag értékekben, mint a bajor-magyar együttműködés 25 esztendeje. Az óvodástól a felnőtt korosztályig, a sporttól, a zenén, a kultúrán át a hitéletig tartalommal telt az elmúlt 2,5 évtized, ami egyrészt igazolta, hogy két különböző ország is tud és képes egy nyelvet beszélni, másrészt jó alapot teremtett a további építkezéshez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos. Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Márai Sándor gondolatai a Bonyhádi Bajor Magyar találkozóra is íródhattak volna, hiszen a közösségteremtő program, amelynek nagy örömömre ezúttal városunk adhat otthont, egymás és önmagunk megismerését is szolgálja. Kevés felemelőbb érzés van annál, mint amikor valami jót cselekedhetünk, szűkebb vagy tágabb környezetünkért. Talán csak ez, az Istentől kapott képesség felismerése előzi meg a sorban. Legyen a szó az élet bármely területéről, másokért tenni sosem késő. Az idei találkozó sikere érdekében is sokan és sokat dolgoztak, akiknek ezúton is hálásan köszönöm a munkáját. Reményeim szerint a nálunk töltött néhány nap alatt, a teljes egészében nem is, de némiképpen megismerik városunkat annak minden értékével, az itt élők vendégszeretetével. Ha erre mégsem lenne elégséges a mostani hosszú hétvége, látogassanak vissza hozzánk bármikor, jó szívvel várjuk Önöket. Végezetül nem is kívánhatnék mást, mint hogy érezzék jól magukat Bonyhádon, s hogy a mostani utazás alkalmával közelebb kerüljenek a világ, egymás és önmaguk megismeréséhez. Bízom benne, hogy a hétvége erre is lehetőséget teremt, mint ahogy arra is, hogy a barátság tovább erősítésével újabb, az elkövetkezendő 25 évet előrevetítő új hajtása élet a Bajor-Magyar Együttműködés pályán. Mindehhez kívánok mindannyiunknak nagyon sok sikert, köszönöm a megtisztelő figyelmüket!